Arra gondoltunk, hogy elindulunk ismét a választásokon. Mindjárt azt is elmondom, hogy miért gondoltuk így. Ám minden, mielőtt ebbe belekezdenék, talán szükséges tisztázni, hogy miért jöttünk ma össze. Azért jöttünk ma össze, mert kicsit fáradtak vagyunk az idei évben. Három nagy ütközet volt az idei évnek az elvárása, ebből kettőt nagy sikerrel megbíztunk. Nem tudtak minket ebben a kerületben lenyűzni, pedig komoly kísérleteket tettek rá. És a harmadik ütközet küszöbén vagyunk, és jól látni, hogy hányan vagyunk, jól látni, hogy kikre számíthatunk, és jó egy kicsit a feladat a nagy megméretezés előtt közösségben lennünk, és jó lesz kimondanunk, hogy háromból három választást szeretnénk idén megnyerni, és azt is jó kimondani, hogy három a magyar igazság, és azt is jó kimondani, hogy minden, ami felkészült, hogyha feladatomnak tekintem, hogy az eddig elért eredményekről beszéljünk, akkor talán ebben a közegben kevésbé kell. Mindenki tudja, hogy honnan indultunk, eddig hová jutottunk, de azt is mindenki tudja, hogy rengeteg feladat van még előttünk, egyáltalán nem nyugodhatunk bele ebbe az állapotba. Egy dologhoz viszont ragaszkodnunk kell, nem adhatjuk vissza a liberálisoknak és a szocialistáknak ezt a várost. Volt 20 évig, hogy bizonyítsanak. Az eredményeik önmagukért beszélnek, és hogyha ez elég elszántá és motiváltá tesz minket, akkor képesek leszünk a jövő vasárnap idén harmadszorra is legyőzni őket.